Több mint 400 helyi védett természeti területre kellett volna elkalauzolnunk a nézőt. Többek között ezzel a kisfilmmel összegezte munkáját a Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány Egerben. A közalapítvány az eddigi legjelentősebb hazai természetvédelmi programot zárta le, mely során 1200 helyi jelentőségű védett természeti terület felmérését végezték el. Most minden megyeszékhelyre ellátogat az alapítvány, hogy az ország minden pontján élők megismerhessék természeti környezetünket. Megpróbálunk abba is segítséget nyújtani a későbbiekben, hogy ennek a sokszínű, sokszor bizony heterogén társaságnak az egységes szempontú nyilvántartása, illetve a védetté nyilvánítás ténye is egységesen kerüljön bevezetésre. A felmérés megtörtént ugyan, ezeket a területeket azonban gondozni is kell. Ezt a helyi önkormányzatok, civil szervezetek és oktatási intézmények bevonásával valósítaná meg a provértes. Szükség van arra, hogy a helyi társadalom ezt a magáinak érezze, hogy ez most egy iskola, egy civil szervezet vagy egy önkormányzat formájában valósul meg, az tulajdonképpen majdnem mindegy, egy a biztos, hogy történjenek lépések annak érdekében, hogy ezek az értékek hosszú távon fennmaradjanak. Heves megyében a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakemberei segítették a felmérést. Elhangzott még, hogy a program lezárásával egy új korszak kezdődik, a területek megóvásáé. Ehhez helyi szinten minden segítséget megkapnak majd a települési önkormányzatok.